Ötgömb, a megismerés kalandja. És ez már a szeptemberi szám. Kunderman Balázs, túravezető, szabadúszó, fotóriporter, tanár, meg sok minden más volt itt már a vendégem, és itt és abban nyűgözött, itt le, levegőt nem kaptam, hogy a következő hetek, hónapok programja, ez ugye, hogy van? Nepál, Tibet, Nepal, Ausztrália? Tibet, Ausztrália. Na, és közben itt van tanár, és azt mondtam, hogy a diákok hogy örülhetnek. Á, tanár, hogy kicsit most elmegy Ausztráliába, csak egy húsz napra, nagyon jó, de magántanárként dolgozom. Igen, magántanárként dolgozom itthon. A Földgömbben van egy, egy nagyon izgalmas fotóriport tulajdonképpen. Street food, ilyen egyszerű, tehát ilyen utcai étkezés, meg igen, utcai igen. italozás. Igen, igen, de ez konkrétan az utcai italozás, a tájföldi utcai italozásról szól a cikk mi 2010 és 2011 között másfél évig feleségem és én Tájföldön éltünk, egy középiskolában angolt tanítottam. Erről beszélgettünk a múltkor, meg arról, hogy közben bejártátok a, az egész térséget, közben kirándulásképpen, igen. És akkor feltűnt, hogy imit tamott utcasarkon, plázák sarkán, felhőkarcolók alatt vannak kis tandok, amik ki vannak világítva karácsonyfaizzókkal, színes löttyök vannak rajta, és az emberek oda mennek, lehúznak egy felest, aztán mennek tovább, és mm. körülbelül egy két, két hónap múlva egy közös ismerősünk vezetett bele gyakorlatilag a, a táj gyógynövényes viszki világába. Táj a gyógynövényes, gyógynövényes viszki. viszki. Ez egy nagyon szép kombináció, igen, nem? De... Igen, igen. Azért táj, mert tájföldön van gyógynövényes, nem mert gyógynövények vannak benne, és nem viszki. Csak így hanem... egyszerűsítik, ez egy összefoglaló? Így fogalva... egyszerűsítik, igen, igen, nép. igen, igen. Igazából ez melaszból és cukornádból készült, tehát rum alapú dolog, amit különböző gyökerekkel, kérgekkel, rügyekkel Álláskák ízesítenek. Állatkák most nincs állatka? hagyomány ah, szerint elnincs. van benne sárkányvér is, de, de, uh -huh. de nincsen. Uh -huh. De sárkány senki nem látta. Jó, ez, ez jó férfiasságra, ez jó masszírozáshoz, ez jó mindenféle betegség. És azt mondtam, ez egy picit olyan nem, mint nálunk itt a tanyabokrokban ezek a bögrecsárdák, nem? Tehát úgy mindenkinek van, megvan úgy van. a maga, kisüsté a maga, úgy és akkor arra esküszik, itt mindenki is mindegyik keres. Mindegyik kicsikét más eltér színben, ízben nagyon eltér, valamelyik szaggató, valamelyik egészen finom és ez a 30 megből. fok környéke, ugye? 30 hogy fok valahol, környéke, a... ezt uh, torok melegen a, iszák. Ez a magyar párinkától, persze, igen. Úgy van, tehát ott kint uh, mondjuk este is 30 fok van, ez is 30 akkófokos, és uh, hát van neki hatása. 30 fok kívül, 30 fok belül. Úgy van, úgy van. Tehát torok melegen szokták ezt fogyasztani, és mellé uh, hideg uh, vizet isznak, amit gyógynövényel színesítenek, és kék kékszínű lesz a víz, uh -huh. bajtöj nevű növényjel uh, keverik össze, és mangót rákcsálnak hozzá, amit megforgatnak cukorsó és csili keverékében. Aha, és akkor ezt így ez a tequila módja. ezt te akartam mondani, ez már majdnem tequila. mondjuk ez egy olyan férfi sportnak tudjuk az ember elmegy, és akkor így el taj, így mondjuk egy úgy este. Van, úgy van. Ugye? De, te, de te családdal is voltál, egész pici gyerekkel. Igen, igen, most májusban. Másfél éves a lányunkat is. Lányotokkal. Látható az mekkora kockázat. Mert az ember megnézi a, a, a csatornákon ezeket, a, a közösségi televíziós csatornákon ezeket a filmeket, hogy mindent esznek az emberek, földről, levegőből, bárhonnan mindent elfogyasztanak, és aztán vagy jól vannak, vagy nem. De úgy igazából odakín... ez hogy történik a turisták? Aki bevállalós, az végigkóstolja veled, aki nem, az köszönni szépen nem, hogy működik. Mi abból indultunk ki, hogy mivel kint éltünk másfél volt némi helyismeretünk, másrészt ott is élnek gyerekek, ők is esznek valamit, ezt kombinálva próbáltuk kihozni a dolgot, de, de, és nyilván, de sikerült arra vannak is. szocializálva, amit ott meg. Úgy van, Te... úgy van, de hogyha előttünk sütik meg mondjuk a csirkét forró olajban, mm. vagy ott veszik ki a, a rista a főzőből, annak baja gyakorlatilag nem lehet. Akkor másfél év rutin alakult, én nektek soha nem volt semmi gyomor problémátok ilyen helyen? Mert egyébként úgy néha szokott lenni azért az arra tévedő kalandozó magyaroknak. Volt, most is volt, tehát mm. valahol összettem valamit, három napig rosszul voltam, tehát volt, de ezt nem lehet nem ott, nem, nem, nem lehet ott van a kúra, ugye mellett. Úgy, úgy van, úgy Azon a térféle megtalálja a kúrát is, és kiválaszthatja a megfelelő malaszos. <laughs> <Meloszos. gül> nem, nem vagy melaszos édes, nemes pálinkát, vagy milyen ez viszki. Igen, igen, igen. Tehát... Öm... Visszatérve a whiskyre, egyik barátunk megnek hívják, neki volt egy standja, hozzájártunk, és ő avatott bele a whisky készítés titkaiba. Ő azt mondta, hogy körülbelül két-három hónapig erjeszti a boltban vásárolt rumon mm. ezt, a, ezt a főzetet. Mesélte, hogy az összetevőknek nagy részét nem is tudna elmondani angolul, uh. és nem is akarja részben családi titok, másrészt mindent meg lehet kapni a, a kínai piacon a város másik felében, de az összetevők fontosak. Egy ilyen gasztronómiai ki kirándulás is, és ha jól olvasom, meg hát jól hallja az ember ezeket a történeteket, akkor az fillérekből megvan. Tehát ez az ember oda jut, úgy van. akkor ott már fillérekből eheti hat. Úgy van, úgy van. Tehát például egy feles az 10 batba kerül, ez most 70-75 forint, hogyha az ember ezen felbátorodik. Ennek lenne egy piaca Magyarországon. Együtt. Mindenképpen, mindenképpen. De Ilyet, én, még úgy, nem úgy, gondolom, főzni, de megpróbáljuk ezt is. Úgy gondolom, sőt, ezt mondtuk is, beszélgettük a feleségemmel, hogy ugye bankokban a város egyik fele főz, a másik fele ezt fogyasztja, és bankot úgy, ahogy van az ANT, ezt egyből. Hát valószínűleg, hogy túl sok engedélyt nem kapnak. Tehát hogy majdnem két évig ugye ott éltetek családilag tulajdonképpen. Azért ez az átállás, ez a, ez a pendizés, azért ez nagyon nehéz lehet, nem? Szóval onnan bankokból visszenni ide Budapestre, vagy valava Magyarországra, aztán megint elmenni egy kicsit Tibet, 20 nap, 30 nap, nem tudom, két hónap, utána Ausztrália, azért ez erős, erős két lakiság. Ez nem visel meg? Nem a gyomrod, azt gondolom már bírja. De, de megvisel, az embernek kell hozzá egy attitűd, hogy ezt el tudja fogadni gyakorlatilag, de mindig van egy biztos pont, ahol vissza lehet jönni. Neked ez a, az attitűd? De jó, persze vissza kell jönni, meg úton lenni a... Hogy van? Igen, úton lenni a boldogság, megérkezni a halál, ezt mindig elmondom, ez, ez és a hobótól lehetett hallani. Szóval ez az úton lenni, ez, ez állandóan benned van? Nem csak bennem, hanem a feleségemben is, sőt, most észreveszem, hogy a lányomban is. Aki más éves, aki már, más mindenképpen szeretne találni. Igen, igen, a kilencig nem megyünk ki a lakásból, akkor már nyitja az ajtót és rohangál a gangon.

A megismerés kalandja. Múlva 3867, 1911 az SMS számunk, Kondályban Balázs itt a stúdióban. A sztereotípekről már beszéltünk egy picit talán a múltkor is, akár Nepál, akár Tibet, akár Ausztrália kapcsán, az itteni turistáknak, akik egyszer kiszabadulnak, nyilván van a fejébe egy adag üzenet, egy adag kód, amire gondol, ami, amit ott, ott megvalósítani szeretne, és aztán ott a valóság az, az nagyon különböző lehet. Ugye, erről, erről írtál is, meg a fotók is, az részben a fotók is erről szólnak. Igen, én úgy gondolom, hogy egy országban az ember két hét alatt, három hét alatt kap egy felületes képet, egy benyomást, és mondjuk ott kell élni egy fél évig ahhoz, hogy, hogy ez az mélyre jár, a függöny mögé, vagy a szőnyeg alá tudjunk egy kicsikét tekinteni, akkor látja meg az igazából az emberek lelkületét, hogyan is élnek, miért úgy csinálják, miért azt csinálják. A tömegturizmus igazából azért jó, mert megismerünk más országokat, azért nem jó, mert kialakítjuk a sztereotípiákat. Mm. Tehát azt mondom, hogy tájföld, egy, egyik barátom azt mondta, hogy ja, a tájföld, azt tudom, az tele van örömlányokkal. Mm. Ez csak egy elég erős Mert oda nem szoktak az emberek általában a feleséggel menni, ugye ez a másik. Igen, 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 igen. Viszont ez egy erős stereotípia, például a tájférfiak sokkal inkább használják az ottani hölgyek szolgáltatásait, mint mondjuk külföldiek. Megvan ezek a különböző pontok, mm pattaja, bankokban, különböző pingpong bárok, stb. stb. ahol a külföldieket viszik, de vannak eldugott, Tehát stb. A stb. A helyi stb. Erők is stb. stb. Helyi, helyi erők lenni. mehetnek. Ugyanis tájföldön az van, hogy minél több barátnőd van, annál nagyobb ember vagy. Uh -huh. Hát ilyet még nem is hallottam. Hol voltál kórházban? Tibetben, Lasszában Tibetben? voltunk kórházban. És az volt egy érdekes dolog, hogy ott kínai segítséget tapasztaltál? gyakorlatilag a kínaiak építették Tibetben a kórházat, és nagyon sok tibetit kezeltek, tehát a tibeti kérdés is egy nagyon kétélű dolog. Erről is más gondolunk itt, ugye? Amikor az Igen. ember arra felé gondolkozik, vagy akár utazik, akkor egész más gondol erről. Igen. Tehát ezek Viszont olyan vissza dolgok, ezek csak akkor derülnek ki, ott az ember tartósan. Viszont olyan vasútvonalak épülnek mondjuk Tibetben, amit a kínai kormány épít, nem azért, hogy embereket szállítsa, hanem Tibetben található a világ készletének a fele és ugye ott szent a föld, nem lehet kibányászni, még. Most mész majd Ausztráliába, oda is megy veled majd 20-30 ember, nekik mit mutatsz meg? Főleg a keleti parton fogunk végműni, megyünk őserdőbe, megyünk a nagy koralzátonyra, megyünk kis szigetre kajakkal, rengeteg érdekes programot fogunk csinálni. Ma már nagyon jól szétválasztható, akár ilyen desztinációkban, és a tömegturizmus, meg az a, az a válogatott krém, aki már ennél valamivel többet akar, kultúrát akar, megmerítkezni akar, átlényegülni akar, egy picit át akarja venni azt annak a földvésznek, vagy országnak az ízét, zamatát, hangulatát? Úgy tudnám szétválasztani, hogy van a tömegturizmus, akit visznek ide oda is és van, van a a kalandturizmus, akik akarnak valamit csinálni saját maguk, tehát belemásznak a tengerbe, búvárkodnak, kajakoznak, gyalogolnak, mennek, így lehetne talán szétválasztani. Mindkét csoport ugyanannyi időt tölt azon a területen, de szeretnének mélyebben belelátni mondjuk a kalandturisták. Kicsit még azért foglalkozunk két percet ezzel a, a bankoki bögrecsárda régióval. Van vagy ezer konyha, ugye? Vagy ezer, ezer konyhából szerintem több-több ezer, ilyen kis kifőzdéből, itt uh -huh. csak ezt a vízkit árulják, standon van 3-4-5 ilyen kübli, abból, abból merik ki és gyakorlatilag ilyenből van ezer. De honnan tudja ez a szerencsétlen turista, mondjuk, ha magyar, hogy abban a küblibe az a kék rózsaszín, az, mi a bánat, és mire való? Nem tudja. nem, nem tudja, tudja a... hogy az egyik derékfájásra, a másik arra, hogy egész éjjel fickoskodjon az ember, a harmadik a hölgyeknek görcs oldó hát, ezeket hogy derülnek ott ki? Hát, a nyelvészkedés nagyon nehéz, elmutogatják. Igazából a megbarátunk, ő beszélt angolul, és ő mindent elmagyarázta, hogy mire jó. Tehát vannak különböző keverékek, amiket ő csinált, például volt a Viagra, ugye ezért uh -huh. is a cikk címe a ezt, ezt, ezt ember ezt, ezt Érezni, ez mi lehet, igen. Aztán van például a, a Lady Crying on a Bed, a az a a... ez például a... menstruációs panaszokra, akkor van például a Tiger, ami a szintén a hölgyeket megerősíti, aztán férfiaknak... Ha esetleg. Úgy van, férfiaknak van. van a kinkobra, Cobra, Ezt ami... ami Ezt is érthető, könnyen érthető. Egyértelmű, aztán van a Stand Up, Never Die, Állj föl, sose haj meg, aha, aha. ugyanúgy ilyen... kellemes lehet. És ugye célok, a vágyott célok, de ezeket ott, ott közben így elmagyarázzák, és akkor mutatják, ez a kübli, ezt tudja, és akkor ott mindenki kóstolgat közben. Csak turisták. A fotókat, a, fotókat láttam az újság, tehát azok magukérdveszen, csak a hallgatóknak próbálom. Turisták nem igen az járnak az... ilyen helyre. Én vittem őket el, hogy akkor most ezt kóstoljátok, meg ezt kóstoljátok. Ja, meg. Ez nem a turisták? Nem, van? nem, ez csak a helyieknek van. Ja. A turisták nem ülnek be, vagy csak esetleg őket oda visznek. Ja, ez, de ez egy teljesen, ö, ez teljesen autentikus, ö, eldugott. Ö, a akkor jó, példa volt ez a bögre csárda ott valahol Úgy okol, van. Mélyen, nem? Igen, igen, igen. Tehát meg lehet őket találni, de keresni kell. Hát aki már egyszer-kétszer ott volt, és tudja ezeket, meg, meg, van ebben segítség, az mindenképpen. És akkor a helyi barátunk elmagyarázta, hogy ez például erre jó, de ezzel ne keverjed, mert akkor Annak a kioltja hatását. Ebből hármat így ebből ne így el. Hogyha szeretné a gyereket, akkor ebből így És fel is ajánlotta, hogyha esetleg a gyereket szeretnénk, ez két éve volt, akkor kever nekem valaki, valamit, és akkor. De ez lett sikerült is. akkor? Hát nem tudom, hogy annak hatására. Hát úgy le... hogy lehet gyermek, igen, lánygyermek lehet. Igen, az, igen. igen. Az, az ital elfogyottak, az a dolog rendben van. Vannak ilyen legendák, hogy ennek az italnak a hatására például szerzetesek is kiúronak a kolostor kerítésén, és közelebbi ismerettséget kötnek a helyi hölgyekkel. Szerintem, hogy az ugranak. Persze csak legendák. Jó, kunderman.hu, ugye, ott igen. nem csak fotósorozatokat lehet látni. Nekem az arcok tetszenek a legjobban. Arcok, hogy van? Arcok a világ különböző tájra. Igen, Tehát teljesen a dolog, és nagyon kor, De vannak ott írások is. Igen, igen, igen. Blog tulajdonképpen. Ez egy érménybe a... blog. Blogot. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Kunderman Balázs, szeptemberi földgömb, szöveg és kép. Nézzék és olvassák, érdemes köszönöm szépen. Egészségünkre.